Nem könnyű manapság jövőképet alkotni, szinte lehetetlen követni a gyorsan változó törvényeket, de kapaszkodót kell adni a tagoknak, hiszen családokról, alkalmazottakról gondoskodnak, mondta Cseh István az Eger és Vidéke Ipartestület elnöke közgyűlésükön. Hozzátette, fontos az iparosoknak, hogy biztos megélhetésük legyen. A jövő az optimizmus, tehát látszik arra, hogy a gazdaság is kezd azért talpra állni, kezd egy kicsit erősödni. Ezt mi szolgáltatók úgy veszük észre, hogy jelentkezik több és több megrendelési igény. Igényes megrendelések jönnek, és ez jó. A közgyűlésre meghívták a partnereket is, a Heves megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítványt és a Kamarát. Ez utóbbival elsősorban a képzések területén működnek együtt, a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja többek között a változásokról, programokról, beruházásokról, piacbővítési lehetőségekről az iparosokat. Az ipartestület és a kamara közösen kiadta az okos füzetet. Szeretnék, ha az iparosaikat minél többen megtalálnák. Elsősorban az ipartestületi vállalkozásokat reprezentálja, azokat a kiszolgáltatókat, akik dugulás ellenállítótól kezdve bádogoson keresztül, akikre a lakosságnak szüksége van, és ez egy elegáns katalógusba igyekeztünk összegyűjteni, print változatban, meg internetes technológiával is az okosüzet.hu meg lehet találni. Tulajdonképpen a város minden kisvállalkozóját. Habis László polgármester azt mondja, hallatlanul fontosak a város lakóinak az iparosok, nélkülözhetetlen a szakmai tudásuk. Én abban bízom, hogy a szakképzés reformja hozzájárul majd ahhoz, hogy a szülők is több fantáziát látnak abban, hogy a gyermekük szakmát tanuljon, és hogy biztos egzisztenciát jelentsen az, hogy valaki jó iparos, érti a szakmáját, és jó mesteremben. Alapszabályt módosítottak, mozgalmas, de jó évet zártak, értékelt Cseh István a beszámolójában. Arról is beszélt, nagy várakozással tekintenek a csokra, az építőiparra, mert ez húzóágazat az összes szakipar részére. Pályázati segítséggel 3 fiatal pályakezdő dolgozott náluk másfél évig. Weboldalt készítettek, adminisztrációt segítő rendszereket hoztak létre. Most azt tervezik, a Facebookra is felkerülnek az iparosok.